A magányosan élő szerzetes remetéhez egyszer emberek jöttek. Megkérdezték tőle, mire való, hogy életed nagy részét itt töltöd el csöndben és magányban. A remete éppen azzal foglalatoskodott, hogy vizet merített a ciszternából, az esővíz összegyűjtéséhez szolgáló mélykútból. Felfigyelt a kérdésre, és munka közben odaszólt a látogatóknak. Nézzetek bele a ciszternába, mit láttok? Az emberek kíváncsian körbevették a szerzetest, és próbáltak beletekinteni a mélykútba. Nem látunk semmit, mondták kisváltatva. A remete abba hagyta a vízmerítést, pár pillanatnyi csöndet tartott. A látogatók feszülten figyeltek rá, mozdulni sem mertek. Most nézzetek bele a kútba egyenként, csöndesen. Mit láttok? A látogatók érdeklődéssel hajoltak egyenként a kút fölé, és felkiáltottak. Saját arcunkat látjuk a kútban. Bizony, amíg zavartam a vizet, mondta a remete, nem láttatok semmit, de a csöndben és a nyugalomban megismeritek önmagatokat. A látogatók megértették a remete tanítását.